Nagyon-nagyon köszönjük Ádámnak ezeket a végtelenül igaz szavakat, és egyszerűen tényleg nem tudom szavakba önteni azt az érzést, hogy az előbb, bocsánat, egy kicsit meg vagyok hatódva, mert az a helyzet, hogy arról beszélgettünk, amikor megérkeztünk ide a Kossuth térre, hogy vajon mikor lesz olyan, amikor a parlament kitűzi a szivárvány zászlót. És egyszer csak hátranéztünk, és nem tudom, látjátok a kivetítő mögött, de konkrétan kint van a szivárvány zászló. Nem tudjuk, hogy kitette ki. Leszették. Közben elkerült, de a másodpercekre is, de ott volt. És az az igazság, hogy tudjátok, mit szoktak mondani, az egyetlen lehetetlen utazás az, amiért egyetlen lépést sem tettünk. Mi megtettük ezt a lépést, és én bízom benne, hogy jövő ilyenkor úgy lesz kint a szivárvány zászló, hogy tudatosan egy kollektív döntéssel kerül ki az ablakba. Még egy kicsit itt maradunk a Kossuth téren, és nézzünk néhány képet, amit ti küldtetek be nekünk. Arra kértünk titeket, hogy küldjetek fotókat. A fotófalon láthatjátok az összes képet, a szeretet, az összetartozás és az elfogadás fotóit. Utána pedig partizunk még egy picit, és utána mindenkinek azt javaslom, hogy egy picit töltődjön fel, picit lazítsatok, mert hogy este... Rainbow Party! A Budapest Parkban találkozunk Conchita Wurst koncertjén. 50 DJ, divat bemutatók, beszédek és egy csapat, ahol az lehetsz, aki lenni akarsz. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Köszönöm a szeretetet, köszönöm az elfogadást, köszönöm a befogadást. Köszönöm Budapestre!